Szeretettel köszöntök mindenkit iskolánk oskolabáján. Az oskolabál házigazdája dr. Dömötörnén pap Hargita iskolánk igazgatója, illetve az est fővédnöke dr. Csutonári dr. Győri Otília budakeszi polgármestere. A farsang időszakát éljük, és ez vízkeresztől hamvazó szerdáig tart, ez a bálok, a mulatságok, a karneválok ideje. Mai estére jó szórakozást kívánok önöknek, hagyományunkhoz híven, hűen, táncokat fognak látni, fellépéseket jelenlegi és volt nagysanyis diákjainktól, és a táncról azt állítják, hogy olyan, mint egy vers, amelynek a szavai a mozdulatok. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt ma én lehetek a fővédnök, hiszen az igazgatóasszony nem említette, de hát ez az egész év arról szól, hogy 50 éves ez az iskola. Egy nagyon komoly szám, ha emberi életben mérjük, akkor talán már az összegzés felé hajlik a dolog, de ha egy iskola életében nézzük az 50 évet, az nem sok, egyáltalán nem sok, hanem pont egy új lendületnek, egy új kezdetnek lehet az ideje. Budakeszi városa nagyon büszke arra, hogy ez a gimnázium itt van Budakeszin. Minden hónapban intézményvezetői értekezlet van, és ugyan már nem az önkormányzat az iskola fenntartója, hanem csak a működtetője, de ettől függetlenül, miután minden hónapban találkozunk, ezért a város is szervesen részt vesz az iskola életében. Igazgató az, hogy mindig tájékoztat minket, és mi is tájékoztatjuk őt a városi rendezvényekről. Akkor meghallottam azt, hogy ebből a gimnáziumból elsőre a gyerekeknek a 73%-át felveszik a felsőoktatásba, és hogy milyen sok versenyen nyertek, a kompetencia teszteken, méréseken minden évben milyen jól végeztek, és a megyei országos tanulmányi versenyeken is kiemelkedően teljesítettek, akkor én azt gondolom, hogy ennél többet egy iskola dicsérete szempontjából nem kell mondani. Hagyományok szerint idén is megrendezésre került a nagysanyi bálja, oskolabál címen. Az 50. évforduló az iskola életében egy fontos esemény. Változott-e a bál, ugyanolyan, mint szokott lenni? Igaziból a bál nem változott, tehát ilyen volt az előző bál is, mert mi hagyományt szeretnénk teremteni, és ez a második oskolabálunk, és teljesen hasonló a tavalyihoz. Sok-sok tehetséges diákunk lép föl, és szeretnénk, ha a szülők és a diákok, illetve a kedves vendégek együtt jól szórakoznának, és minőségi szórakozást próbálunk nyújtani. Minden ilyen iskola válnak általában van valami célja, jótékonysági célja. Az iskola gyűjt-e valamire ennek a bálnak a bevételéből? Nem titkolt szándéka az iskolának valóban a gyűjtés, hisz ebben az évben ünnepeljük iskolánk fennállásának 50. évfordulóját, ahogy a polgármester asszony is említette, és szeretnénk minél színvonalasabban ünnepelni, illetve sok-sok programot készíteni, és ehhez gyűjtjük az anyagiakat. Ha én gazdag lennék, ilyen nappal, jagadigadaj, tartana a nagy taj,
felmetném a munkát. Dagam-gondom, másokra vagyok, jaj, ha egyszer meggazdagolom. Építnék házat benne, öt szoba lenne, s hozzá egy fürdőkamarám. S fürdőkádban lámom a gazdannál. Nagy széles márvány kicsit, amit elvis, még egy leplet is kell. S kell még egy tagy bábujjár csupán. Lenne sok pulyka, méce, kappan a háznál, kis csire rántani való. Fog hagymásan illat a pódétól. De addig kotkodokága, hangjukat elviszi a szín. Hirdessék én gazdag embert én. Ha én gazdag lennék, jagadigadigadagadigadigadigadom, éjjel-nappal dagadigadaj, tartanál nagy-daj-daj. Temetném a munkát, jagadigadigadagadigadigadigadom, dolgom-gondom, másokra vagyom, jaj, ha egyszer megtollosodom. Látom már, tollal tűl el kicsi feleséget, ó, az a moszkvai sík. Illeg-billeg a légben a szaknya rajt. Barsonyban térül fordul, s úgy süti néken a töltött libanyatot majd. Képzeljék őt vagyok urától. A község úri népe hajlok volna mind nekem. Mind a tanácsomat lesnék, mind egy bölcsalmét. Csak egy szót reptelék, megbocsás reptelék. Bölcsebb vagy a híres csoda rabbinak. Thank you.
Sok generáció kikerült ebből a gimnáziumból, nagyon sokan híres emberek lettek, és gyarapítják Budakeszi hírét és az iskola jó hírét is természetesen. Ebben az évben nagyon sok ünnepség sorozatra fog sor kerülni ezzel a kerekszámmal kapcsolatosan. Én biztos vagyok benne, hogy ez egy nyitánya ennek az évnek. Ez a bál mostan eddig nagyon jól sikerült minden, bízom benne, hogy nagyon jó hangulatban fog telni ez este hátra lévő része is. Most ezzel a bállal kezdődött el Budakeszi életében a bál szezon. Polgármester asszonnyal találkozunk-e a további bálokon? Természetesen. Február az erős hónap a bálok szempontjából. Minden hétvégére jut egy települési bál, amin nagyon fontos azért is részt venni, nem csak a szórakozás miatt, hanem azért, hogy itt az ember találkozhat a budakeszi lakosokkal. És ilyenkor szót váltunk nem csak a bállal kapcsolatos dolgokról, hanem így a települési élettel kapcsolatosan is hallok javaslatokat, kérdéseket, úgyhogy mindig egy ilyen kisebb közmeghallgatás is kialakul az ilyen bálokon. Hát most például mielőtt lejöttem, éppen a Dózsa György térnek az építkezésével kapcsolatosan kérdeztek, hogy mikor lesz kész, mire számíthatunk, és akkor ilyenkor azért mégis egy kötetlenebb formában szót lehet váltani ilyen dolgokról is, ami nagyon fontos az itt élőknek, és én ennek szívesen teszek eleget. Thank you.
elsős koromtól táncolok, ugye anyáik beirattak mindenhova, aztán minden lekopott, a tánc maradt, és hát ezt úgy megszerettem, meg ez a mindenem. Két táncegyüttesbe járok, az egyik a budapesti Bihari János Táncegyüttes, a másik pedig a zsámbéki Höcögő Néptáncegyüttes. Vannak későbbi terveid a tánccal? Hát igazából nem tudom. Az biztos, hogy folytatni fogom, de nem tudom még. Hogy fogadják társaid, illetve mennyire hajlandóak ebben részt venni? Mondják, hogy Attila néptáncos, meg ez egy plusz. Akkor büszkék rád, igen. Ugye? Igen. Thank you.
Ahogy akarod, de meg tudom kézbe csinálni egyébként. Thank you.
Kapcsolatod van Budakeszivel, illetve a gimnáziummal? Hát a gimnáziummal egy nagyon kedves tanárnővel van kapcsolatom, végülis az ő az angol tanárnő, és ő hívott el engem ide erre a bárra tavaly is, és most idén is. Úgy hívják Szilvia, és ő tanít engem angolul, nagyon kedves nő. Hogy jutott eszébe egy 14 éves gyereknek, hogy a csillagszületikre jelentkezzen?
Hát akkor a tárdépen nálunk nem volt lehetőség így, hogy megmutatni a tehetséget. Volt egy tehetségkutatót Kézivásárhelyen, de hát az olyan városi rendezésű nem volt olyan nagy, mondjuk ott nem is jutta más, sajnosan sokáig. Benne voltam a legjobb 19-ben. És gondoltam, hogy ki kéne menjek külföldre, vagyis hát Magyarországra, hiszen ott mégis több lehetőség van, nagyobb a média, meg minden, és hát gondoltam, szerencsét próbálok mind a másikbe, hogy elindul, aztán majd lesz, ami lesz. És hol tart a te mesét? Az én mesém? Hát, hogy hol tart? Hát, most éppen tanulok, de most próbálok egy saját stílust kialakítani, hiszen nagyon sok dalt írok így magamnak, próbálok dalokat írni. Ez régebben nem ment, most már kezdek így megbarátkozni vele, és jönnek így a dallamok, és ezzel így tudom csak így magamnak a stílust így megalakítani, hogyha saját dalokat írok, mert hogyha másokét éneklek, akkor az nem én vagyok végül is. Amikor valaki bekerül egy ilyen tehetségkutatóba, akkor elkapja a hív, a média, mindenki körülveszi. Meg tudod-e tartani azt a székely fiú stílusodat, illetve ez fontos-e? Hát a székely fiú stílusomat azt hát megtartottam szerintem, mert... Most még biztos. Igen, hát remélem nem fogom elveszíteni. Sokan mondták, hogy ne veszítsem el ezt a székely fiú stílust. Hát... Hogyha arról van szó, hogy most valaki kikerül egy tehetségkutatókból és úgymond elkapja a gépszi, úgy szokták mondani, hát nálam ez nem működik, mert én nem ilyen vagyok, hogy én most így nagy menő legyek meg minden aztán, de nem ilyen vagyok én. Említetted, hogy keresel magadnak egy saját stílus, 17 éves vagy, számomra is szerintem sokak számára megdöbbentően mély hangod van, érces hangod. Mi az, ami ehhez a hanghoz jól áll, mi az a stílus? Hát az ilyen lassú, lirikus dalok, például Elvis Presley, nekem az a kedvenc énekese. Neki a hangszíne szintén ilyen mély hangú, és érdekes, mikor így keresgéltem így dalokra rá. Mindig az ő feldolgozásában tanultam meg a dalokat, mert az ő feldolgozásában voltak azok a fajta hangmagasságok, amik az én hangomhoz is jól álltak. Tehát én ezt az Elvis Presley fajta stílust kéne kialakítsam így valahogy máshogy. Egyébként nyilván tanulsz, de valahol itt Budapesten tanulsz-e külön zenét, éneket, van-e külön énektanárod? Most jelenleg egy gimnáziumban járok, Szigetszentmiklóson, hiszen ott élek. Énektanárom az volt, most már egy olyan két hónapja körülbelül nincsen, de majd lesz. De az a lényeg a tanulásról szólva, hogy főiskolára, szintén ilyen biztos, hogy zenére megyek, hiszen én más nem tudnék, nekem az életem a zene, és biztos, hogyha megyek is ilyen egyetemre vagy főiskolára, akkor zenével kapcsolatos előadó művészi vagy ilyenek. Yeah.
Yeah.